Köszöntöm a kedves nézőket, ahogy azt már megszokhatták, egy új helyszínen, mégpedig a Hegedűs Gyula utcából jelentkezünk, a Bár Expert oktató központjából. Nem véletlenül, hiszen az eddigi finom ételek után most nagyon finom koktélokat készítünk el, hiszen itt a nyár, és nincs is attól jobb, mint hogyha valaki egy hűsítő koktélt ihat. Sőt, saját maga készítheti el. Én, ahogy eddig is, csak segíteni fogok, és aki az italokat elkészíti, illetve megmutatja nekünk azoknak a receptjeit, és hogy mit rakjunk bele, az nem más, mint Tóth Zoltán, a Bár Expert egyik alapítója. Ma is gondolom finom koktélokkal, italokkal készülsz, ha jól tudom, akkor az eddigi adásokkal ellentétben most alkoholtartalmúak lesznek ezek az italok, amiket elkészítünk. Úgy van, szia Anikó, végre elérkeztünk az alkoholos italokhoz. Eddig csak limonádékat készítettünk, ma már egy kicsit variáljuk, bár még mindig az egyszerűségnél maradva, de már egy kis alkohollal megspékelve próbálunk valami finomságot összerakni. Mivel kezdjük? Első italunk neve az, hogy hugó, ami így elsőre sok mindenkinek nem mond szerintem semmit, de a lényege az, hogy közkedvelt nyári italok egyike ugye a kisfröccs, vagy a bor, vagy a hosszú lépés. Ez egy fehérbor alapú kisfröccsre épített ital, amit szerintem mindenki szeret. Az eddigi műsorunkban is könnyen elkészíthető italokról beszéltünk, akkor gondolom ennek sem lesz valami nagyon fortélyos módja az elkészítésének. Abszolút nem. Első lépésben választunk hozzá egy poharat szintén, ami jelen esetben egy kis fröccshöz méltóan egy boros pohár lesz. Uh-huh. Jó? Poharunk ő lesz kész? A kiválasztott pohár. Kezdhetném most úgy, mint ahogy mindenhol kezdik a kis fröccsöt, hogy egy deci bor, egy deci szóda, és már is kész van, de azt mondom, hogy legyen egy picit különlegesebb, meg mivel nyár van és meleg, mi szeretjük a hűs dolgokat. Úgyhogy első lépésben mi mindig úgy kezdjük az ilyen dolgokat, hogy egy-két szem jég és egy picike víz, de ezzel még csak lehűtjük a poharat körkörösen mozgatva, benne a vízzel szépen le fog hűlni, így az ital, ami már készül, eleve egy jéghideg pohárba fog elkészülni, ezáltal sokkal gusztább, sokkal kívánatosabb lesz egy meleg nyári napon. És lehet, hogy butaságot kérdezek, de az nem jó praktika, hogyha beteszem előtt a hűtőbe a poharat? Abszolút. Ha otthon viszonylatban gondolkodunk, akkor a legjobb praktika, hogyha otthon a hűtőbe van a pohár, de hát most mennyi pohár fér a hűtőbe, ugye? Örökös gondok egyike, hogy most el tudom helyezni, nem tudom, kiveszem, eltörik. Így pár mozdulattal már is gyönyörűen le tudom hűteni az ital, meg poharat. Jó? Első lépésben adok hozzá egy decilliternyi bort. Amíg megkérnélek téged, hogy válasz nekem ismételten valamilyen szép kis mentát, ami nem kell, hogy bóbita legyen, legyen több levele, szép egészséges levelek. Tehát akkor ne egy levelet vegyek le, hát hanem egy többet, egy ilyen kis ágat, ami van többféle levél, úgy van. És ha ezzel megvagy, akkor pedig egy lime-ot vágjál fel nekem, légy szíves, szeletekre. Ez jó lesz? Tökéletes. Jó, és itt a lényeg az, amit már beszéltünk többször is, hogy beledobhatom-e a szárát, vagy nem dobhatom. Igen. A szárában talán a legtöbb mentanya, úgyhogy nem vagyok köteles lecsipegetni róla a szép kis leveleket, hanem azt mondom, hogy simán egyszerűen beledobhatom száras túl magába az italba a mentát. Ez szépen ázik itt nekem egy picit, átveszi ezt a frissítő ízt, ameddig meg lesz a lime szelet. Annyi elég is lesz, igazából kettő darabra lesz szükségünk. Jó. Kisfröccs alapú az ital, erről beszéltünk. A nyár egyik közkedvelt íze ugye a bodza, amihez szintén visszatérünk. Száraz borokról beszélünk ugye kisfröccs esetében. 1-2 centiliternyi kis bodzával édesíteni fogunk az italon. De fontos, hogy ne legyen sok, mert ha már valami túl édes, akkor nyáron nem lesz frissítő, nem lesz szomjoltó. Jó? Ezt jól elkavarom. Ezért is van benne a lime, hogy kicsit ellensúlyozza ezt az édes ízvilágot, meg a menta ugye a frissességével. És még mielőtt föltölteném vízzel, dobok bele egy kicsike ribizlit. Egyébként így szárastól. Ezeket a recepteket ti próbáljátok meg kitapasztalni, és saját magatok találjátok ki, vagy pedig már jól bevált recepteket használtok? Ezek már jól bevált receptek, szomszédos országainkban már ezekkel nagyon régi, pár éves múltra visszatekintő italok, amiket azt mondhatom, hogy egy-két éves csúszással ér el hozzánk ide kis országunkban, de mindig nagy sikert aratnak, úgyhogy mivel sokat járjuk a világot és sokat vagyunk mindenfelé, ott első körben szakmai utakon veszünk részt, ahol tesztelünk különböző italokat, és itthon ilyen hobbi képzések keretein belül pedig megpróbáljuk leszűrni, hogy tényleg melyik ital az, amelyik közkedvelt, melyik az, amelyik könnyen elkészíthető, mindenki számára kedvelt, többféle variáció létezik.
Arról beszéltünk már, hogy az iskolában, ugye a Bár Expert iskolában ti a tanulók között vannak ilyen felállított kedvenc koktélok, amiket készítenek, viszont a fogyasztók között vannak-e kedvenc koktélok? Jó a kérdés. Sajnos itthoni kávékultúrában, hogy sajnos azt mondhatom, nem is tudom, hogy sajnos-e vagy nem, de van egy 5-6 féle ital, amit nagyon szívesen fogyasztanak koktélhívó emberek, akik koktélozni mennek. Piña colada, Sex and the Beach, tequila sunrise, sorolhatnám, amit mindenki ismer. És hát ugye a mojitót, amit ki ne hagyhatnék a nyári italok közül. De ezen kívül számos nagyon finom ital létezik, ami legalább ilyen egyszerű és ilyen közkedve, csak nem ismerik az emberek, mert a hazai bartenderek sem minden esetben tudják ezt felé produkálni, mert megvan az a fix lista, amivel dolgoznak, és nem hajlandóak újat, vagy csak nehezen újakat tanulni, újakat ajánlani embereknek. Egyébként, amikor ti találkoztok egy-egy szórakozó helyen egy vendéggel, és mondjuk ti ajánlatok neki valami új koktélt, szívesen veszik? Én úgy gondolom, hogy bármi, amit ajánlunk már a vendégnek, ha leül egy pulthoz egy kedves vendég, és nem tudja, hogy mit igyon, nem szeretne átolvasni egy kisebb könyvet, listát, hogy most 40-50 féle italból válasszon, már egy jó gesztus, ha ajánlok neki valamilyen frissítőt, vagy egy-két kérdéssel közelebb kerülök a megoldáshoz, hogy mi az ő ízvilága, mit szeret. Sokszor hallom azt a kérdést is, hogy nézd rám és mit ajánlasz. Hát ezt imádom, ez a legjobb. Nagyon nehéz ránézésre bármit is ajánlani, nyilván bele lehet trafálni, ha az ember mond valamit, de úgy gondolom, hogy egy-két kérdéssel közelebb lehet kerülni, hogy most éppen az édes ízvilágot szereti, a szárazabbat, fanyarabbat, és akkor már is tudunk neki ajánlani bármilyen finom italt. De mondjuk léteznek egyébként inkább férfiasabb és inkább nőiesebb italok? Abszolút, persze, léteznek kimondottan nőies, kimondottan férfias, erősebb italok. Ezt kinek ajánlanád? Hát én azt mondom, hogy mivel kisfölött csalapú, ezért ezt bárki hatja, de a picike bodza miatt ez egy, talán egy leheletnyit édesebb, úgyhogy nőknek, hölgyeknek bátran merném ajánlani. Úgyhogy majd meg is kérlek, hogy kóstold meg, és mondjál róla egy kis véleményt nekem, hogy rendben. Milyen lehet az ital. Díszíteni is szoktuk az italokat, ennél az italnál. Itt magában az italban van a díszítés. Ugye régen volt egy standard, hogy mindig a pohár szélére pakolunk jellegnek megfelelően gyümölcsöket, attól függ, hogy mivel készült az ital. Mostanában már trendi divat az, hogy beledíszítünk az italba friss gyümölcsökkel. Értem. Jelen esetben itt is benne van a ribizli, jó a szín, kompozíció is, és finom az ital is. Ha még valaki annyira hidegre vágyik, akkor egy-két szemjeget dobhatunk hozzá pluszba, és akkor tökéletes az ital, mivel nyár van és meleg van, ebből indulunk ki. Én meg fogom kóstolni a végén a műsorunknak, de mivel azt már a nézőink megszokhatták, nem ez az egyetlen ital, amit elkészítünk ma. Mit rejtegetsz még mára? Van még mára egy Rosso Lemonade nevezetű ital, aminek az alapja Martini Rosso lesz, limonádé formájában elkészítve, egy kicsi narancssal megspékelve. Fontos lépés a pohár. Ezt addig félretesszük. Jó. És mivel azt mondom, hogy ez egy szintén limonádé alapú ital, de ez egy nagy burgundis, öblös pohárba fog a legjobban mutatni. Azért választottam ezt az italt, mert nagyon sok háztartásban megtalálható, nagyon sokat nem isznak belőle. Ugye régen Éva Vermut volt a sláger, még fiatalabb koromban. Most már a Martini az, ami igazából jelen van minden háztartásban, de mégsem fogy annyira ez a rosszú ízesítés. Ez limonádénak megcsinálva egy fantasztikus ízű frissítő nyári ital lehet. Azért most ezt szeretném elkészíteni. Ezt is jéggel kezded, mint az eddigi összes? Nem, ebben lesz majd jég, de mivel limonádé alap lesz, ezért citromlé, cukor, ebből az aspektusból indulok, amíg megkérnélek téged, hogy vágjál föl narancsot, ami szerintem ott a kis gyümölcstálba található lesz, ugyanígy szeletekre egy pár darabot. Szintén friss citromlé, ugye azt mondom, már minden részben elmondjuk, de fontos, hogy frissen facsalt citromléből dolgozunk, vagy fele-fele arányban kevert citrommal. Ugye többször mondtuk már, hogy ti laikus embereknek szívesen tanítjátok meg a koktélkészítés módját. Milyen visszajelzéseket kaptok azoktól, akik elvégezték ezeket az iskolákat, ezeket a tanfolyamokat? Hál' Istennek nagyon jókat, ezért vagyunk így felbuzdulva, és ezért látjuk azt, hogy az egésznek van értelme, mert mindenki szereti a koktélokat, mindenki szereti a limonádékat, viszont nem hiszem, hogy el szeretne mindenki végezni egy több hónapos iskolát, vagy olyan magas szintre emelni ezt, hogy azt kamatoztatni tudja, ezért ezek az otthoni viszonylatban készíthető finom frissítő italok bárki számára elsajátíthatók 3-4 órán belül. Úgyhogy a visszajelzések nagyon jók. Mivel kis létszámú a csapat mindig, ezért
az esetek többségében bátran mondhatom, hogy nagyon jó kis csapat verődik össze, és igen jó hangulat kerekedik a végére, sőt, mire mindent megkóstolunk igen, és végigfogyasztunk. Igen, akartam kiugodni. Tehát kocsival jönni nagy hiba, ezt mindig kihangsúlyozom. Van egy-két bátor vállalkozó, aki azzal érkezik, aztán itt kell, hogy hagyja. Nem érdemes kockáztatnunk. Megvan a limonádi igen. alapunk, citrom és cukor. Igen. És föl kell töltenem szintén jéggel. Sok jéggel mondhatom. Majd jöhetnek hozzá narancsszeletek, kérlek szépen dobáld bele őket. Mennyit? Hát egy hármat, négyet, minél többet, annál jobban fog mutatni az ital. Egyébként kiknek megy könnyebben a koktélkészítés? Férfiaknak, hölgyeknek? A hölgyek alaposabbak. Igen? Jóval. Igen, a férfiak kicsit úgy lazábbak, linkebbek, nem mindig figyelnek oda az arányokra, a tisztaságra, úgy a környezetre. A hölgyek ők mindig sokkal igényesebbek a munka minden területére, ezért szerintem nekik könnyebb. Jöhet hozzá Martin Rosso. Itt most az arány, ha kérdeznéd, hogy ugye mennyi, igen. akkor azt mondanám, hogy körülbelül egy ilyen 4 centiliternyi. Hát egy elég markáns ízzel találkozunk így a Rosso tekintetében, és a végén felhúzom szintén ásványvízzel, vagy szódával. Ennél az italnál is az előbbi eset lép életben, tehát, hogy már nem díszíted, vagy pedig azért ez kap valami kis finom díszítést? Hát most ennek az oldalára, mivel egy nagy burgundis poárról beszélünk, nem szívesen tennék semmilyen gyümölcsöt, mert nagyon bután néz neki rajta. Benne van már a dísz, ugye a narancs szeletek, de ha én még nem vagyok ezzel elégedett, és szeretnék még rátenni valamit, akkor lehet egy picike pirosat a szélére, jelen esetben ribizlit, kockáztassuk meg, választunk valami szebb fürtöt, csak így a színhatás miatt tegyünk rá egy ilyet. Uh-huh. De ez már nem szükséges. Hát azt gondolom, hogy azért ez mutat. Mutat. És ahogy ígértem, megkóstolom, hogy mit készítettél. Kedves nézőink, csak mondani tudom. Igen, akik szeretik a finom borokat, és valóban egy kis hűsítőre vágynak, de azért mégis a boratta exotikumra is uh-huh. egyúttal, azoknak tényleg bátran ajánlom ezt az egyszerűen elkészíthető koktélt. És nem erős, ugye azt megjegyezném, tehát hogy ebből azért bátran merek kiszogatni strandon is, vagy éppen egy grillpartin, mert nem az a tömény alkohol tartalmazó, hanem egy igazán frissítő ital, tehát ez fontos. Igen, azt gondolom ma is két igen könnyen elkészíthető, nagyon finom koktélt készítettél, kis segítséggel. Muszáj volt, kellett a segítség, ne viccelj. Hogyha önök is szeretnék ezt elkészíteni, akkor természetesen ennek semmi akadálya nincs, azonban ha lemaradtak volna valamilyen részletről, nem kell aggódniuk, hiszen a www.media13.hu oldalon visszanézhetik az adásunkat. Készítsenek jó sok koktélt, amennyit csak tehetnek, váljon egészségükre.